Nagy szeretettel üdvözlök itt mindenkit. Hát lehet, hogy önök nincsenek zavarba, de én borzasztóan. Nagyon régen beszéltem ennyi ember előtt, de azért összeszedem magam. Szóval először egy pár mondatot mondanék saját magamról, mert igazából én úgy készültem, hogy a nagyon tudományos tényeket és azoknak pont az ellenkezőjét mind meg lehet nézni az interneten, és nagyon jól ki lehet onnan olvasni. Én inkább a saját gyakorlati tapasztalataimról szeretnék beszélni. Tehát van egy örökbefogadott 5,5 éves nagylányom, ő tápszeres baba volt, érthető okokból, illetve van egy saját gyártmányú és egy folyamatban lévő saját gyártmányú. 3 éve szoptatok, több mint 3 éve szoptatok, a középső lányom még mindig szopizik, úgyhogy elég sok területen sikerült az anyateljes táplálással, illetve a tápszeres táplálással is sikerült tapasztalatokat szereznem. Alapvetően szociális munkás a végzettségem, 12 évig dolgoztam Asszódon a javítóintézetben, mint nevelőtanár, elég sok tapasztalatot szereztem a félresiklott életekben is, illetve hordozási tanácsadó vagyok és gyermekágyas segítő. Hogy ezeket miért tartottam nagyon fontosnak elmondani, én a baba hordozást nagyon-nagyon messziről fogom elkezdeni, hogy én ezt miért tartom fontosnak, és miért gondolom azt, hogy ez éppen olyan elemi igénye egy babának az, hogy hordozva legyen, mint az, hogy anyateje legyen táplálva, illetve hogy levegőt vegyen. Azt gondolom, hogy a biológusok ezt alá is tudják támasztani, hogy az ember csecsemő az egyik legeslegfejletlenebb, legéretlenebb idegrendszerrel jön a világra. Tehát irreális elvárás, ami a mai magyar, nem csak a magyar, hanem általában a társadalomban elvárás, hogy legyen szépen külön szobája, legyen szépen a kis babakocsiban el a baba, nem képes erre, hogy... Miért megy nekünk olyan nehezen az, hogy fölvegyük a kisbabánkat és megnyugtassuk? Annak nagyon egyszerű az oka, én azt gondolom, hogy borzasztóan messzire kerültünk az ösztöneinktől, és azt tapasztalom, hogy nagyon sok anyuka próbál támpontot szerezni, vagy az internetről, vagy könyveket olvas, és az egyik könyvben az a baj, hogy ezt írják, a másik könyvben azt írják. Az egyik baba ilyen, a másik baba olyan. Meg kell tanulnunk felelősséget vállalni a saját kisbabánkért, és ebből a rengeteg információ halmazból meg kell tanulnunk kiválasztani azt, ami a mi adott kisbabánkra a leginkább igaz, és amit mi a saját életünkben leginkább be tudunk építeni. Tehát van egy nagyon jó könyv, én ezt minden anyukának ajánlom, hogy olvassa el, annak is, aki most éppen még a babáját várja, de annak is, akinek kisbabája van, mert azt hiszem, hogy nagyon sok szempontból magyarázatot kap arra, hogy miért úgy viselkedik a kisbabája, ahogy viselkedik. Nagyjából megpróbálom összefoglalni, hogy mi ennek a könyvnek a lényege. Ez a hölgy, Jean Lidlow, ő egy bizonyos időt eltöltött Jakána indiánok között Dél-Amerikában. Először nem őket kutatta, de találkozott velük, és azt tapasztalta meg, hogy addig, amíg a nyugati társadalmaknak a kisbabái úgymond elég feszesek, nagyon sokat buknak, nagyon sokat sírnak, addig ebben az indián törzsben, akik az őserdő kellős közepén élnek, és gyakorlatilag semmilyen civilizációs segítségük nincsen, ami babakocsi, nem tudom én, légzésfigyelő kiskutya füle, mégis boldogok, kiegyensúlyozottak a babák, mégis jó az önbizalmuk, és hogy nagyon ügyesen megállják a helyüket ebben a úgymond nehezebb körülményben is. Arra jutott a kutatásai során, hogy egész egyszerűen a Jakána indiánok alapfelvetése az a babáikról, hogy a kisbaba együttműködő lény. És sajnos a mi társadalmunkban, tök mindegy, hogy most Magyarországról vagy Amerikáról beszélünk, az alapfelvetés az, hogy a baba egy leküzdendő ellenfél. Ezt most borzasztóan kisarkítottam, de hogy oldjuk meg a problémát, hogy minél kevesebb gond legyen a babával, minél kevesebbet sírjon. Annyira örültem az első mondatnak, hogy hadd sírjanak a babák. Irreális elvárás, hogy fegyelmezetten viselkedjen egy 2 hónapos baba. Honnan tudná, hogy ő neki úgy kell viselkednie? Tehát a babahordozás, illetve a testkontaktus igényük annyira borzasztó fontos a babáknak tényleg, és nagyon sokszor elszomorodva tapasztalom, és látom, jártamban, keltemben, ugye lévén, hogy 2 kisgyerkőcöm van, én is nagyon sokat, meg eleve babákkal és kismamákkal foglalkozom, nagyon sokat találkozom, és borzasztó elszomorító dolog azt látni, hogy addig, amíg
meg fel is lehetne venni a babát, addig nagyon sok mindenkinek inkább az a megoldás, hogy elkezdi a babakocsit rázni. És minél kisebb a baba, ez annál elszomorítóbb számomra. Tehát borzasztó messze kerültünk az ösztöneinktől, hogy miért? Először én azt gondolom, hogy a várandóság, szerintem most nem fogom azt firtatni, hogy kinek a részéről, azt gondolom, hogy a szakma és a mamák, kismamák részéről is van ebbe bőven belerakott dolog, túl medikalizálja a várandóságot is és a szülést is. Messze kerülnek az anyák a jó szülés élményektől, és egy rossz szülés élmény borzasztóan befolyásolja a kötődésnek a kialakulását, illetve az anyai ösztönöknek a feléledését. Innen kezdődik a probléma. A következő probléma az talán az, hogy az elvárás a babával szemben, hogy csöndben legyen, minél kisebb problémát okozzon, minél kevesebb feszültséget okozzon a mamába. Nincsenek nagyot együtt élő családok, nem látjuk a szüleinktől, nagyszüleinktől, nagynéniktől, hogy hogyan megy egy várandóság, hogyan kell egy csecsemőt gondozni. Nagyon sok olyan anyukával találkozok a gyermekágyas felkészítések során, akinek a saját csecsemője az első csecsemő, akit a újszülött csecsemő, akit a kezében fog. Tehát egy pici babának a legmegnyugtatóbb közelség, hiszen ebből a világból ő egy dolgot ismer, anya. Senki mást. Veled élt együtt 9 hónapig, ő azt tudja, hogy a te szívdobogásod, a te illatod, az megnyugtatja. És én arra biztatnék mindenkit, hogy vegye föl a kisbabáját. Ráadásul én azt gondolom, hogy a babahordozás, mert ugye minden mindennel összefüggésben van, a szoptatáshoz is nagyon szorosan hozzátartozik. Az, hogy minél hosszabb távú legyen a szoptatás, ahhoz az kell, hogy minél többet testkontaktusba lehessen a baba a mamával. Mert hogy az ő testkontaktusuk segíti azt, hogy a mamába a tejtermelődés, az ezt segítő hormonok termelődjenek, illetve a babába is jól működjön a szopizás. A baba hordozó eszközök közül csillióféle van szerintem a piacon. Ott egy asztalt megpakoltam, és az még töredéke annak, ami nekem van, mert egy pár hordozó most ki van adva éppen kölcsönzésbe. És az is csak egy töredéke a piacon lévő hordozóknak. Én azt gondolom, hogy a hordozásnak az egyik legfontosabb szempontja, hogy mindenki számára kényelmes legyen, hogy azt a célt szolgálja, ami az adott családnak éppen szükséges, és adott élethelyzetben éppen szükséges. Nagyon nem szeretek interneten babahordozó eszközöket ajánlani, és azt sem szeretem, hogyha egymásnak ajánlgatnak. Mindenkinek ki kell próbálni azt, hogy neki, az ő babájával, az ő élethelyzetében mi az az a hordozó, ami a leginkább beválik, és ami a leginkább segíti az ő életüket. Tehát még egyszer mondom, a babáknak elemi igényük, mert hogy éretlen az idegrendszerük, és ahogy mondták itt előttem is elhangzott, az a 1-1,5 évnyi befektetett energia, azt gondolom, hogy hosszú távon nagyon megtérül. Az a kérdés szokott még elhangozni irányomba, hogy nem szokik-e rám a baba. Én erre azt mondtam, mikor nekem ezt mondták, hogy én azt szeretném, ha rám szokna rám, mert hogy én azt gondolom, hogy majd ha 16 éves korában csinál valami butaságot, akkor én legyek az első, akit megkérdez, és ne a 15 éves barátnője, vakvezet világtalan, és ennek az alapjait ilyenkor tesszük le, ebben a pici korban. Nem kell megijedni, egy totyogó gyereket hordozóba kényszeríteni, hát érdekes dolog. Az én lányom, a középső lányom 3 éves elmúlt, 2,5 éves kora előtt nincs az a hordozó, amiben én föl tudom őt venni, mert ő gyalogolni akar, ő sétálni akar, ő már nem akar ölben lenni. Az elején nagyon sokat volt kézben, nagyon sokat volt ölben. Annyit értem el vele, hogy azt látom, hogy nagyon nagy önbizalma van, a saját ütemében hagytam, hogy leváljon rólam, és ezért bármikor ott tudom hagyni a nagyszülőknél, nincsen ebből probléma. Tehát megéri, én is azt mondom, hogy az anyateljes táplálás szempontjából, és a babahordozás, illetve a gyerekeknek, a csecsemőknek az érése, idegrendszeri érése, pszichés fejlődése szempontjából nagyon fontosnak tartom a babahordozást. Nagyon sokat tud segíteni, főleg több gyereknél az, hogy fogom a kezembe, vagy föl van kötve, és van 2 szabad kezem, az borzasztó sokat jelent. Illetve a babák oldaláról nézve a dolgot nagyon sokat jelent, és tényleg egy hosszú távú befektetés, hogyha ezt az 1-1,5 évet rászálljuk erre, és hagyjuk a babákat, hogy a saját ütemükben váljanak le rólunk. Szeretnék szétosztani egy ilyen kis
olvasmányt. Túl sok darabban nem készültem, legfeljebb körbeadják. 12 dolog, amit a síró újszülöttet szeretne, ha tudnál. Én azt gondolom, hogy ez nagyon nagy segítség abban, hogy meg tudjuk fejteni a kisbabánkat, mert nagyon sokan gondolnak arra például, hogy a baba hasfájós, és valójában én azt gondolom, hogy a életük első 3 hónapja az a 4. trimester, amikor legtöbbször inkább csak kézbe szeretnének kerülni, testközelbe szeretnének kerülni. Nem szaporítanám tovább a szót, hanem az, ott vannak hátul a hordozóim, és akkor akinek van kérdése, szeretne hordozókat kipróbálni, én ott várom hátul szeretettel, és személyesen akkor tudnék segíteni annak, akinek éppen erre igénye van. Köszönöm szépen a figyelmet!